közvetítésünket láthatják. Pécsváros önkormányzatának közgyűlése alakuló üléséről a mai napon ki fog derülni, kik lesznek az elkövetkező ciklusban Pécsváros alpolgármesterei, illetve megismerhetik a képviselőtestület tagjait is. Az elkövetkező percekben a Lőnevei Gimnázium lánykara fogja a himnuszt elénekelni. Ady Endre, a tűz csiholója. Csak akkor születtek nagy dolgok, hogyha bátrak voltak, akik mertek. S ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak, és viharvertek. Az első emberi bátorság áldassék, a tűz csiholója, aki az ismeretlen lángra úgy nézett, mint jogos adóra. Mint egy isten, hóban vacogva fogadta el szép munkája bérét, még ma is minden bátor ember csörgedezteti az ő vérét. Ez a világ nem testálódott tegnaphoz húzó rongypulyáknak. Legkülönbb ember, aki bátor, csak egy külön van, aki bátrabb, és aki mást akar, mint ami most van, kényes bőrét gyáván nem óvja, mint ős-ősére ütött Isten, a fölséges tűz csiholója. Thank you.
Tisztelt ünnepi közgyűlés! Valamennyiünk nevében megköszönöm a méltóság teljes szép műsort. Tisztelettel köszöntöm az ünnepi közgyűlésen, alakuló közgyűlésen megjelenteket, valamint a televízió nézőit. Külön köszöntöm dr. Bécsesi Ferenc urat, a közigazgatási hivatal vezetőjét, dr. Kékes Ferenc urat, a Baranya megyei közgyűlés elnökét, dr. Tóth Bertalan országgyűlési képviselőt, dr. Lénárt László rektor urat és az egyetem vezetőit, a bíróságok és ügyészségek vezetőit, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek képviselőit, a város díszpolgárait, a főkonzult és konzulokat, a volt önkormányzati képviselőket, a kamarák vezetőit, az önkormányzati cégek vezetőit, a polgármesteri hivatal főosztályvezetőit, valamint nem utolsó sorban a megválasztott kisebbségi képviselőket, önkormányzati képviselőket és polgármesterünket. Tisztelt közgyűlés! Felkérem Déri Tibor urat, a helyi választási bizottság elnök helyettesét, adjon tájékoztatást a 2006. október 1-i választás végleges eredményéről. Tisztelt közgyűlés, tisztelt hölgyeim és uraim! Pécs megyei város helyi választási bizottsága nevében köszöntöm Önöket a város önkormányzata közgyűlésének alakuló ülésén. Engedjék meg, hogy a helyi választási bizottság elnök helyetteseként tájékoztassam Önöket a 2006. október 1-i önkormányzati képviselő, polgármester és települési kisebbségi önkormányzati képviselő választás eredményéről. Október 1-én Pécsett a választásra jogosultak 47,17%-a jelent meg a szavazáson. Ez valamivel alacsonyabb érték, mint az országos 53,12%-os átlag, és némileg elmarad a 2002 évi megjelenési aránytól is. A választások Pécsett minden különösebb zavar nélkül, rendkívüli esemény nélkül sikeresen a törvény előírásai szerint zajlottak le. Ezt igazolja az is, hogy mindössze 3 jogorvoslati kérelem benyújtására került sor, melyek elbírálását követően a helyi választási bizottság által megállapított eredmény nem változott. Mielőtt a szavazás részletes eredményeit ismertetném, megköszönöm a helyi választási iroda valamennyi dolgozójának, kiemelten dr. Papp Judit címzetes főjegyzőasszonynak és Major István csoportvezetőnek, valamint a választási csoport és az informatikai osztály valamennyi dolgozójának közreműködését, akik fáradtságot nem ismerő, kiemelkedő munkájukkal nagyban hozzájárultak a választások sikeres lebonyolításához. A választásra jogosultaknak Pécsett 2 szavazólapot kellett kitölteniük. Egyiken a polgármester jelöltek, másikon a települési képviselőjelöltek szerepeltek. A 4 polgármester jelölt közül a választók többsége Tasnádi Pétert választotta meg Pécs megyeiugu város polgármesterének. Az egyéni választókerületi eredmények összesítése után megállapítható, hogy a város 24 választókerületéből 13-ban az MSZP önálló jelöltjei, 7-ben pedig a Fidesz-KDNP ÖPE, illetőleg 4-ben a Fidesz-KDNP közös jelöltjei kapták meg a szükséges szavazatokat ahhoz, hogy az önkormányzat képviselői legyenek. A nem nyertes, töredék szavazatokból a jelölő szervezetek által állított kompenzációs listákról ezúttal is 16 képviselő jutott a közgyűlésbe. 7 fő az MSZP, 5 fő a Fidesz-KDNP, 2 fő az SZDSZ, 1-1 fő pedig az ÖPE, illetőleg az MDF listájáról. A következő 4 évben tehát Pécs megyeiugu város közgyűlésében összesen 41 fő végzi munkáját. A pártok szerinti megoszlást tekintve az MSZP részéről a polgármesterrel együtt számolva 21 fő, a Fidesz, KDNP, ÖPE részéről összesen 17 fő, az SZDSZ részéről 2 fő, az MDF részéről pedig 1 fő került a közgyűlésbe. A települési kisebbségi önkormányzati képviselő választás ez évben a bekövetkezett jogszabályi változásoknak megfelelően új lebonyolítási rendben zajlott. A kisebbségi jegyzékekre történt jelentkezéseket követően Pécsett ezúttal is a korábbi 9 kisebbségi települési önkormányzat megválasztására nyílt lehetőség.
A választás eredményeként a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német, a ruszin, a szerb és az ukrán kisebbségi önkormányzat megalakíthatja 5-5 fős testületét. A helyválasztási bizottság nevében gratulálok polgármester úrnak és valamennyi megválasztott települési és kisebbségi képviselőnek. Felelősségteljes munkájukhoz sok sikert, jó erőt, egészséget kívánok! Megköszönöm Déri Tibor úrnak a választási bizottság elnök helyettesének tájékoztatóját, és bejelentem, hogy most a megbízó levelek átadására kerül sor. Felkérem dr. Kovács Bélát, a helyi választási bizottság elnökét a megbízó levelek átadására. A megbízó levelek sorrendje először a kisebbségi képviselőket fogom szólítani, és ők veszik át a megbízó levelet az elnöki asztal előtt. Bolgár kisebbségi önkormányzat tagjai. Atanozov Ilija Todorov. Dr. Bojcsevné Staurer Ildikó. Bonev Jordán. Császár Jánosné. Jordanov István Lászlóné. A cigány kisebbségi önkormányzat tagjait kérjük. Csonka Edit. Dr. Kasztics István. Orsós Tibor. Petrovics Zoltán. Labodáné Lakatos Szilvia. A görög kisebbségi önkormányzat tagjait kérjük, vegyék át megbízó levelüket. Georgio Grigoris. Georgio Konstantina. Kecskés Iván Helmutné. Lazaridis Ioannis. Georgios Zsófia. Később fogja átvenni a megbízó levelét. Horvát kisebbségi önkormányzat tagjai következnek. Frankovics György. Dr. Gyurok János. Hepp Mihály. Vidakovics Antal. Vizin Antal. A lengyel kisebbségi önkormányzat tagjait kérjük. Hársági Margit. Nagy Zoltán.
Kösincsük, később veszi át. Szabó Pál Bálint. Úrrichné Ország Mária Irén. Zemplényi Mária Jolánta. Német kisebbségi önkormányzat tagjait kérjük. Flódung János. Dr. Frank Gábor. Hábel János. Heil Helmut Frigyes. Erb József. Ruszin kisebbségi önkormányzat tagjai. Csehili József. Csehiliné Horváth Márta. Horváth Zoltánné. Krizsár Réka. Lebeda Károly. Szerb kisebbségi önkormányzat tagjai. Belánszki Náda. Gorjánác Radován. Grosics Dusán. Dr. Pavlov Milica. Vujkov Mária. Ukrán kisebbségi önkormányzat tagjai. Bogár Istvánné. Dr. Petrov Anatoli. Petrov Júlia. Sajtás Péterné. Szentes Gyuláné. Tisztelt Közgyűlés! A települési képviselők fogják átvenni most megbízó levelüket. Felkérem dr. Kovács Bélát, hogy adja át részükre a megbízó levelet. Bognár László. Dr. Bretter Zoltán.
Vízi Péter. Dévényi Sándor. Erb József. Fuchs Gábor. Dr. Füredi Péter. Dr. Gáspár Gabriella. Gonda Tibor. Herin Gyula. Hódosi Vera. Dr. Hoppál Péter. Huba Csaba. Dr. Hudwagner Sándor. Juhász István. Kablár János. Kőhegyi István. Kővári János. Krémer Krisztina. Dr. Kunst Márta. Lengvárszki Attila. Majdik Miklós. Marton Zsolt. Meixner András. Dr. Mellár Tamás. Mindun Károly. Molnár Ferenc. Nagy Csaba. Nyögéri Lajos. Dr. Páva Zsolt. Dr. Révész Mária. Sarkadi Gábor. Dr. Schmidt József. Schneider János.
Sík László Lajos. Só László. Szőcs Sándor. Dr. Tóth Bertalan. Trombitás Károly. Felkérem polgármesterünket, Tasnádi Pétert, fáradjon ki és vegye át megbízólevelét. Tisztelt ünnepi közgyűlés! A mai ülés ünnepélyes feladata még, hogy a megválasztott önkormányzati és kisebbségi képviselők, valamint a polgármester az önkormányzati törvény 19. paragrafus első bekezdése alapján az alakuló ülésen, illetve a megválasztásukat követő első ülésen a 32. paragrafusban foglaltak szerint esküt tegyenek. Elsőként a kisebbségi képviselők eskütételére kerül sor. Felkérem dr. Kovács Bélát, a helyi választási bizottság elnökét, az eskü szövegét mondja elő. A teremben jelenlévőket pedig felkérem arra, hogy az eskütétel időtartamára szíveskedjenek felállni. A bolgár kisebbségi önkormányzat tagjai fáradjanak ki az elnöki asztalhoz. Mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerinti, bolgár kisebbségi közösség tagja esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során kisebbségi közösségemhez hű leszek. Az alkotmányt és a jogszabályokat megtartom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Munkám során választóim akaratához híve, lelkiismeretesen járok el, minden igyekezetemmel, a bolgár kisebbség anyanyelvének, hagyományainak, kultúrájának, a megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. Isten engem úgy segíts. Felkérem a cigány kisebbség önkormányzat tagjait, fáradjanak ki az eskütételre. Én, mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerinti, cigány kisebbségi közösség tagja esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során
Kisebbségi közösségemhez hű leszek. Kisebbségi közösségemhez hű leszek. Az alkotmányt és a jogszabályokat megtartom. Az alkotmányt és a jogszabályokat megtartom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Munkám során választóim akaratához híven. Munkám során választóim akaratához híven. Lelkiismeretesen járok el. Lelkiismeretesen járok el. Minden igyekezetemmel. Minden igyekezetemmel. A cigány kisebbség anyanyelvének, hagyományainak, kultúrájának. A cigány kisebbség hagyományainak, anyanyelvének. Megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. Megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. Isten engem úgy segít. Köszönöm. A görög kisebbségi önkormányzat tagjai következnek estőtételre. Én mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerinti, görög kisebbségi közösség tagja esküszöm, görög kisebbségi közösség tagja esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során, hogy képviselői tisztségem ellátása során kisebbségi közösségemhez hű leszek. Kisebbségi közösségemhez hű leszek. Az alkotmányt és a jogszabályokat megtartom. Az alkotmányt és a jogszabályokat megtartom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Munkám során választóim akaratához híven. Választóim akaratához híven. Lelkiismeretesen járok el. Lelkiismeretesen járok el. Minden igyekezetemmel. A görög kisebbség anyanyelvének, hagyományainak, kultúrájának. A görög kisebbség hagyományainak, kultúrájának, anyanyelvének. A megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. A megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. Isten engem úgy segít. Isten engem is. Lengyel kisebbségi önkormányzat tagjai fáradjanak ki estőtételre. Mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerinti, lengyel kisebbségi közösség tagja esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során kisebbségi közösségemhez hű leszek. Az alkotmányt és a jogszabályokat megtartom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Munkám során választói akaratához híven. Lelkiismeretesen járok el. Minden igyekezetemmel. A lengyel kisebbség anyanyelvének, hagyományainak, kultúrájának. A megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. Isten engem úgy segéljen. A Ruszin kisebbségi önkormányzat tagjai, kérem fáradjanak ki estőtételre. Mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerinti, Ruszin kisebbségi közösség tagja esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során
hogy képviselői tisztségem elvállása során kisebbségi közösségemhez hű leszek. Kisebbségi közösségemhez hű leszek. Az alkotmányt és a jogszabályokat megtartom. Az alkotmányt és a jogszabályokat megtartom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Munkám során választói akaratához híven. Munkám során választói akaratához híven. Lelkiismeretesen járok el. Lelkiismeretesen járok el. Minden igyekezetemmel, minden igyekezetemmel, a ruszin kisebbség anyanyelvének, hagyományainak, kultúrájának, a ruszin kisebbség anyanyelvének, hagyományainak, kultúrájának, a megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. A megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. Isten engem úgy segélyen. Isten engem úgy segélyen. Kérem a Szerb Kisebbségi Önkormányzat tagjait esküképtelre. Én, mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerinti, szerb kisebbségi közösség tagja esküszöm, szerb kisebbségi közösség tagja esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során, kisebbségi közösségemhez hű leszek. Kisebbségi közösségemhez hű leszek. Az alkotmányt és a jogszabályokat megtartom. Az alkotmányt és a jogszabályokat megtartom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Munkám során választói akaratához híven. Munkám során választói akaratához híven. Lelkiismeretesen járok el. Lelkiismeretesen járok el. Minden igyekezetemmel, minden igyekezetemmel, a szerb kisebbség anyanyelvének, hagyományainak, kultúrájának, szerb kisebbség anyanyelvének, hagyományainak, kultúrájának, a megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. A megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. Isten engem úgy segélye. Isten engem úgy segélye. Kérem az ukrán kisebbségi önkormányzat tagjait esküképtelre. Én, mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerinti, ukrán kisebbségi közösség tagja esküszöm, ukrán kisebbségi közösség tagja esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során, képviselői tisztségem ellátása során, kisebbségi közösségemhez hű leszek. Kisebbségi közösségemhez hű leszek. Az alkotmányt és a jogszabályokat megtartom. Az alkotmányt és a jogszabályokat megtartom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Munkám során választóim akaratához híven, lelkiismeretesen járok el. Minden igyekezetemmel az ukrán kisebbség anyanyelvének, hagyományainak, kultúrájának. Az ukrán kisebbség anyanyelvének, hagyományainak és kultúrájának. A megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. Isten engem úgy segítsen. Tisztelettel felkérem a horvát kisebbségi önkormányzat tagjai, hogy fáradjanak ki eskütételre, és felkérem dr. Gyurok János urat, hogy horvát nyelven mondja elő az eskü szövegét. Я,
sukladno zakonu o pravima nacionalnih etničkih manjina, sukladno zakonu o etničkih nacionalnih manjina, pripadnik hrvatske manjinske zajednice, pripadnik hrvatske manjinske zajednice, prisežem, prisežem da ću tijekom obavljanja dužnosti zastupnika biti vjeran svojoj manjinskoj zajednici, da ću biti vjeran svojoj manjinskoj zajednici, da ću postupati sukladno, da ću postupati sukladno Ustavom i zakonima, Ustavom i zakonima, da ću čuvati poslovne tajne, da ću čuvati poslovne tajne, da ću u svome poslu, da ću u svome poslu vjerno volji mojih birača, vjerno volji mojih birača, postupati savjesno, postupati savjesno, da ću svim snagama raditi, da ću svim snagama raditi na očuvanju i razvitku materinskog jezika, na očuvanju i razvitku materinskog jezika, tradicija kulture hrvatske zajednice, tradicije kulture hrvatske zajednice, neka mi Bog bude u pomoći, neka mi Bog bude u pomoći. Felkérem a német kisebbség önkormányzat tagjait, fáradjanak ki eskütéterre, és egyben felkérem dr. Frank Gábor urat, hogy német nyelven mondja elő az esküszövegét. Ich, Gábor Frank. Ich, Johannes Haber. Als Angehöriger der deutschen Minderheitengemeinschaft. Als Angehörige der deutschen Minderheitengemeinschaft. Nach dem Gesetz über die Rechte der nationalen und ethnischen Minderheiten. Nach dem Gesetz der Rechte der nationalen und ethnischen Minderheiten. Schwöre, dass ich bei der Wahrnehmung meiner Aufgabe. Dass ich bei der Wahrnehmung meiner Aufgabe. Als Abgeordneter meiner Minderheitengemeinschaft. Als Abgeordneter meiner Minderheitengemeinschaft. Treu werde. Treu werde. Die Verfassung und die Rechtsvorschriften einhalte. Die Verfassung und die Rechtsvorschriften einhalte. Das mir zur Kenntnis gebrachte Geheimnis behalte. Das mir zur Kenntnis gebrachte Geheimnis behalte. Bei meiner Arbeit, bei meiner Arbeit verfahre ich dem Willen meiner Wähler gemäß. Verfahre ich meiner Wähler gemäß. Gewissenhaft. Gewissenhaft. Ich werde mich mit vollem Einsatz bemühen. Ich werde mich mit vollem Einsatz bemühen. Die Muttersprache, der Traditionen, der Kultur zu bewahren, und zu entwickeln. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Tisztelt Közgyűlés, most a települési képviselők eskütétele következik. Dr. Kovács Béla úr mondja elő az esküszövegét. Én esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek. Az alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom. Az alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom. Az állami és szolgálati titkot megőrzöm. Az állami és szolgálati titkot megőrzöm. Megbízatásomhoz híven pártatlanul. Megbízatásomhoz híven pártatlanul. Lelkiismeretesen járok el. Lelkiismeretesen járok el. És a legjobb tudásom szerint. Minden igyekezetemmel Pécs város javát szolgálom. Minden igyekezetemmel Pécs város javát szolgálom. Mindenki meggyőződése szerint Isten engem úgy segít. Isten engem úgy segít. Tisztelt Közgyűlés, hölgyeim és uraim! A település és kisebbségi képviselők eskütétele előtt már ismertetett törvény értelmében a polgármester megválasztását követően esküt tesz a képviselőtestület előtt. Felkérem Tasnádi Péter polgármester urat, az eskü letételéhez szíveskedjék az elnökségi asztal elé fáradni. Egyidejűleg felkérem dr. Kovács Bélát, a választási bizottság elnökét, az eskü szövegének előmondására, a jelenlévőket pedig arra,
Felállni szíves tudok. Én Tastári Péter. Esküszöm. Hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz. Annak népéhez hű leszek. Az alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom. Az állami és szolgálati titkot megőrzöm. Megbízatásomhoz híven pártatlanul. Lelkiismeretesen járok el. És legjobb tudásom szerint. Minden igyekezetemmel Pécs város javát szolgálom. Az eskütevő meggyőződése szerint Isten engem. Isten engem úgy segéljen. Tisztelt Közgyűlés! Bejelentem, hogy 2006. október 8-án Felbak város a népek közötti megértésért tett rendkívüli fáradozásainak elismeréseként dr. Toller László polgármesternek az Európa Csillagdíjat adományozta. Felkérem Pasnádi Péter polgármestert, hogy a kitüntetést szíveskedjék átadni Toller Tünde asszonynak. Tisztelt Közgyűlés, Pasnádi Péter polgármester úr kíván köszönetet mondani. Tisztelt Közgyűlés, kedves vendégeink, engedjék meg, hogy a legköszönő önkormányzati ciklus képviselőit sok szeretettel köszöntsem. Megköszönjem valamennyi képviselőnek az elmúlt időszakban a város érdekében végzett lelkiismeretes munkáját. Egyben külön szeretném megköszönni dr. Toller László polgármester úr munkáját, és megkérni feleségét, Toller Tündét, hogy a kórházban adja át a képviselőtestület valamennyi tagja nevében reményünket, hogy minél előbb felépül. És szeretném megköszönni a korábbi ciklus alpolgármestereinek is a munkáját, személyesen dr. Kunsz Mártának és Horváth Zoltánnak is. Későbbiekben is számítok a munkájára, és köszönöm az együttműködésüket.
volt alpolgármesterek közül bejelentette dr. Kunsz Márta és Horváth Zoltán, hogy szólni kívánnak. Kérem dr. Kunsz Márta volt alpolgármestert, hogy szóljon a közgyűléshez. Majd Horváth Zoltán teszi ezt. Tisztelt közgyűlés! Leköszönő alpolgármesterként engedjék meg, hogy megköszönjem mindazoknak a munkáját, akik segítették a tevékenységemet. Először is szeretném megköszönni az apparátus tagjainak, az osztályvezetőknek, a jegyzőasszonynak mindazt a segítséget, amit számomra a 4 év alatt nyújtottak. Ezen kívül szeretném megköszönni az előző ciklus valamennyi képviselőjének, valamennyi frakciójának a ténykedését, hiszen az eltelt 4 esztendőben rendkívül jelentős sikereket értünk el, ha csak a világörökségi beruházások megkezdésére, az ISPA beruházás megkezdésére és a kultúra fővárosi cím elnyerésére gondolunk. Engedjék meg, hogy megköszönjem továbbá dr. Toller Lászlónak azt a bizalmat, amivel alpolgármesterévé választott, illetve a városlakóknak azt a sok szeretetet, részvétet, együttérzést, amit Toller László polgármester úr balesete után kinyilvánítottak és éreztették velünk, hogy velünk vannak, és szurkolnak nekünk, és mindent megtesznek azért, hogy Pécs városa a jövőben is sikeres legyen. Én kívánom ennek a közgyűlésnek, mint a közgyűlés tagja, és mint volt tisztségviselő, hogy ugyanilyen sikereket érjen el ebben a 4 éves ciklusban a leendő alpolgármestereknek és polgármester úrnak is sok sikert kívánok, és azt kérem tőlük, hogy az Európa Kulta és Fővárosa programot töretlenül vigyék végig, és juttassák sikerre. Köszönöm szépen! Tisztelt ünnepi közgyűlés, hölgyeim és uraim! Először is engedjék meg, hogy gratuláljak polgármester úrnak a megválasztásához, valamint a terület és kisebbségi önkormányzatok megválasztott képviselőnek is. 4 évvel ezelőtt, amikor alpolgármesterként elkezdtem a munkámat, akkor gyakorlatilag nem sok fogalmam volt arról, hogy mit jelent alpolgármesternek lenni. Bár előtte már képviselőként 4 évig működtem, de mégiscsak egy új terület volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki, aki körülöttem volt, nagyon sokat segített már a kezdeti lépésekben is. Elsősorban természetesen akkori polgármester, dr. Toller László is nagyon sokat segített nekem, sokat tanultam tőle, de hasonlóképpen a közgyűlés tagjaitól, frakciótársaimtól, frakcióvezetőmtől is nagyon sokat tanultam. És hát nem utolsó sorban az apparátus tagjai is mindig rendelkezésre álltak, akárhányszor csak kérdésem volt, problémám volt. Természetesen jegyzőasszonynak is szeretném megköszönni ezt a segítséget, amivel felén fordultak. Természetesen ez nem csak nekem szólt, nem csak az alpolgármestereknek, hanem valamennyi képviselőnek, és gondolom az új képviselők is, amikor ügyesben és dolgaikkal megkeresik az apparátust, jegyzőasszonyt hasonló szívélyes segítségnyújtásban lesz részük. Az elmúlt 4 év nagyon izgalmas időszak volt. Magyarország nem volt még az Európai Unió tagja, éppen arra készültünk, majd 2040 a ciklus felénél tagjai lettünk az Európai Uniónak, és elkezdhettük azt az előkészítő munkát, ami gyakorlatilag a ciklus végére beért, megért. Európa kulturális fővárosa lett Pécs, és a nemzeti fejlesztési tervben pólus városként szerepel Pécs, és a 2007 és 2013 közötti uniós költségvetésben jóval nagyobb források állnak rendelkezésre, mint eddig bármikor. Nagyon izgalmas volt ebben a munkában részt venni, nagyon nagy megtiszteltetés is volt a számomra, hogy ennek a gyönyörű városnak, ennek a 160 ezeres városnak alpolgármestereként valóban aktívan részt vehettem abban, hogy az itt élőknek egy jobb, szebb jövőt készítsünk elő. És ha azt mondtam, hogy
izgalmas volt az elmúlt 4 év, akkor azt kell, hogy mondjam, az elkövetkezendő ciklus, az elkövetkezendő 4 év még izgalmasabb lesz, sok tennivalóval. Nyilván a közgyűlésben lesznek majd politikai csatározások, politikai felszólalások, de én azt gondolom, hogy a képviselőtestületnek, polgármesternek, alpolgármestereknek és a közgyűlés tagjainak egy közös cél érdekében kell tevékenykedniük ennek a városnak a jólétén és a jövőjén. Ehhez kívánok a közgyűlés tagjainak sok sikert, jó egészséget, jó munkát. Köszönöm szépen. Tisztelt ünnepi közgyűlés, tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az önkormányzati törvény 33/B paragrafus alapján a polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. Az önkormányzati képviselő az önkormányzati törvény 10/A paragrafus 1 bekezdése alapján megbízó levelének átvételől számított 30 napon belül, majd azt követően minden év január 1-től számított 30 napon belül a törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas vagy élettársának, illetőleg a közös háztartásában élő gyermekének a vagyonnyilatkozatát is. A vagyonnyilatkozatokat az SMS-ben meghatározott bizottság ellenőrzi. Tisztelt közgyűlés, felkérem Tasnádi Péter polgármester urat, mondja el programját. Tisztelt ünnepi közgyűlés, elsőként engedjék meg, hogy őszintén gratuláljak minden megválasztott, illetve pártistákon bekerülő képviselőnek, és nagyon szép és eredményes 4 évet kívánjak számunkra és a városban lakóknak. Lezárultak a választások, amely időszak az itt élők többsége számára minden bizonnyal kemény munkát jelentett. Az eredmény is azt mutatja, hogy mindenki igyekezett a küzdelemben ereje és tudása legjobbát adni, amire azt hiszem a következő években is nagy szükség lesz, hisz együttműködésre vagyunk választva és felhatalmazva. Ha hihetünk abban, és miért ne hihetnénk, hogy mindannyian pártállástól függetlenül a legjobbat akarjuk és akartuk a városnak, akkor úgy látszik a választók is ezt hitték, és azt akarták, hogy ne érvényesüljön semmilyen szervezet túlsúlya, hanem együtt, mint egy egymást szándékait kiegyensúlyozva, a programjainkban ígértek szerint erőinket összefogva és energiáinkat nem meddő vitákra fecsérelve dolgozzunk együtt a város érdekében. Hogy ez így lesz-e, az már rajtunk múlik, de mint polgármester egyet ígérhetek. Azon leszek, hogy mindenki, aki segíteni, tenni, dolgozni akar a városért, megfelelő lehetőséget kapjon, mert az előttünk álló időszak olyan lesz, ahol nem nélkülözhetünk, nem utasíthatunk el egyetlen segítő kezet és szándékot sem. Mindannyian tudjuk, de nem árt ismételten elmondani, hogy Pécs városa fennállásának hosszú története során már sok mindent átélt, de ilyen lehetőséget, hogy 2010-ben egész Európa ránk figyeljen, mint az Unió kulturális fővárosára, még nem kapott. Nyugodtan kijelentetjük, hogy ez a rang méltó megkoronázása lehet az elmúlt 16, de különösen az elmúlt 8 év feladatának. Hozzátehetjük, hogy ezen időszak során a város irányításában már részt vett majd mindegyik itt jelenlevő párt vagy szervezet. Bár kétségtelen az elmúlt 2 ciklusban, a város jövőjének megalapozását meghatározó időszakban a Magyar Szocialista Párt és koalíciós partnerei, és itt külön meg kell említeni dr. Toller László személyiségét és személyét, képviselték meghatározó szerepet, ezért szimbolikus jelentősége van annak, hogy ebben a város jövője szempontjából 4 nagyon fontos évben egyetértésben együttműködve munkálkodjunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ritkák az ilyen emelkedett események, mint a mai ünnepi közgyűlés. Túl vagyunk a választási küzdelmeken, és talán azok ne utózöngéi is lecsengtek már,
A pártcsatározások is messze Budapesten zajlanak, és nem is baj ez. Nem hiszem, hogy az országos politikai küzdelmeknek, hatalmi küzdelmeknek egy UNESCO békedíjas városban annak a terején kell, hogy zajlódjanak. Az érdemi munka még nem kezdődött meg, de hamarosan, napok múlva mindannyiunknak kemény feladatokkal, döntésekkel és a velük járó felelősséggel kell szembenéznünk. Ma először esküdtettünk, hogy a következő 4 évben legjobb tudásunkkal, képességünk legjobbát nyújtva, becsülettel szolgáljuk a város érdekeit. Az eskü komoly dolog. Őseink, nézzük csak a közelmúltban történt aradi megemlékezéseket, az életüket is képesek voltak adni azért, hogy ne szegjék meg esküjüket. Azt hiszem, ezért ettől nem kell ma tartanunk, de azért azt javasolnám, egy pillanatra mélyedjünk el a múltban, és gondoljuk végig, hány és hány generáció, mennyi itt élő kiválóság, vagy kevésbé jeles, de élni vágyó lakó dolgozott és tett azért, hogy mi most ebben a városban élhessünk, és dolgozhassunk egy még bíztatóbb jövő felépítésén. Nem kívánok a részletekben elmélyedni, de tudnunk kell, hogy városunk már többször sodorodott a pusztulás szélére, de mindig talpra tudott állni, mert ennek a városnak földrajzi helyzeténél fogva, valamint polgárai életerejének és képességének köszönhetően mindig is volt és mindig is lesz jövője. Soha nem feledkezhetünk meg arról, hogy míg az ország és az állam egy kissé elvont fogalmak, a város nem az. Ez egy megfogható, valós hely, ahol élünk, ahol van a lakásunk, házunk, ahol dolgozunk, ahol gyerekeink járnak iskolába, ahol ismerünk szinte minden helyet, ahol életünk apróbb és jelentősebb eseményei történtek, és ahova emlékeink, ismerettségeink, barátságaink és rokonságaink kötnek. A hely, ahol munkánknak látszata van, ahol az adóforintjaink kézzelfoghatóan hasznosulhatnak. Valamikor a városok olyan helyek voltak, ahol a falak mögé húzódva biztonságot és védelmet, sőt, bizonyos kiváltságokat lehetett kapni. Ma ez már egy kicsit másképp van, ugyan a biztonság ma is fontos, de ma inkább azt mondjuk, hogy egy jól megépített és jól szervezett város magas életminőségét szeretnénk elérni. Polgármesterként ennek a célnak az elérését tartom legfontosabb feladatomnak. Ezen beszélünk keretein belül nincs lehetőség arra, hogy elismételjen programomat, de ki kell emelnem, hogy minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy az előttünk álló feladatok megvalósítása legyen akár az a kulturális fővárosprogram, vagy a többi többmilliárdos fejlesztések egyetlen végső és megfogható cél szolgáljon, nevezetesen azt, hogy Pécs egy nyugodt, biztonságos és minden saját magáért is tenni akaró polgár számára magas életminőséget biztosító város lehessen. A város fejlődésének következő 4, 7, 15 évében annak fejlődési irányát és tartalmát együtt fogjuk önökkel kidolgozni. Együtt valamennyi közgyűlési politikai erővel, annak részvételével, széleskörű társadalmi és szakmai összefogással és konzultációval. Ismétlem, ebben minden felelősen gondolkodó erőre, valamint partnerre számítok, az egyetemre, az egyházakra, a kamarákra, az itt élő és dolgozó kis- és középvállalkozásokra, és nem utolsó sorban a civil szerveződésekre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez egy nagyon nagy feladat, minden bizonnyal meghaladja egyetlen önkormányzati ciklusnak a határidejét. De úgy vélem, személyes példamutatással, felelősségteljes testületi munkával sokat haladhatunk ebbe az irányba, hiszen ahogy már említettem, ez a 4 év éppen a sok megvalósítandó cél és lehetőség miatt kitüntetett időszaka lesz a városnak. Úgy vélem, és választási programokból is ezt tűnt ki, egyetértés lesz abban, hogy elsőleges feladatunk az önkormányzat gazdasági helyzetének stabilizálása. Ezt rövid időn belül a közigazgatási tevékenység minőségi és szervezeti szintjének javítása, az intézményi és vállalati struktúrák korszerűsödése, hatékonyságuk növekedése kell, hogy kövesse, annak érdekében, hogy a városban növekedjen a rend és a rendezettség, hogy a jogkövető városlakó kiszolgálása magasabb színvonalon történjen, és a többség érdekeit ne sérthesse, anyagilag ne károsíthassa a szabályokat elkerülő magatartás.
Ne feledjük, valamikor egy városban élni kiváltság volt, amelyet csak az arra érdemesek kaphattak meg, és amelyek rangjára a bentlakók és a választott tisztségviselők szigorúan ügyeltek. Úgyhogy törekedjünk arra, hogy ma is egyfajta rang és kiváltság legyen Pécset élni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves képviselőtársaim! Nyugodtan kijelentetjük, hogy a magyarországi városok közül Pécs kiemelkedik szépségével és környezetével, ezért legyünk magunkban büszkék arra, hogy itt élhetünk, kifelé viszont legyünk nyitottak és barátságosak azért, hogy kedveljenek bennünket. Tetteinkben legyünk következetesek és bátrak, de egyúttal óvatosak is, mert a túlzott magabiztosság gyakran vezethet hibás döntésekhez. Ezekkel a megfontolásra érdemes szavakkal szeretnék újra gratulálni minden megválasztott testületi tagnak, és kívánom, hogy abban a szellemben tudjunk együtt gondolkodni és együtt munkálkodni, hogy az előbbiekben kifejtettem és ígérhetem, hogy jó magam polgármesterként minden erőmmel ezt fogom szolgálni. Köszönöm a figyelmüket! Megköszönöm polgármester úr tartalmas programismertetését, és bejelentem, hogy dr. Páva Zsolt jelezte, hogy szólni kíván. Tisztelt polgármester úr, tisztelt ünnepi közgyűlés! Egy ilyen emelkedett pillanatban, mint az alakuló közgyűlés, egy ilyen város, mint Pécs esetében az első szavak a gratuláció szavai. Magam és a frakció nevében szeretnék gratulálni polgármester úrnak megválasztásához. Kívánom, hogy kellő erő, egészség áruljon magasztos munka elvégzéséhez. Gratulálok minden bejutott képviselőnek, pártállásra tenyített nélkül. Külön gratulálnék a kisebbségi önkormányzatok által delegált megválasztott képviselőknek. És végül, de nem utoljára szeretnék gratulálni azon politikai erőknek Pécs városában, és mindegyik ebben a körbe említhető, akik ebben a igazából hektikus és nem mindig kiszámítható országos politikai helyzetben Pécs városában megőrizték nyugalmukat, és higgadtak tudtak maradni. A második mondat a köszöneté. Köszönet azért, hogy Pécs polgárai jelentős számban, nem sokkal elmaradva a 4 évvel ezelőttihez, mint hallhattuk, vettek részt ezen a választáson, és hitet tettek, hogy a higgadt politizálásnak a támogatói és segítői. Köszönjük azt, hogy szavazóink nagyon nagy mértékben szavaztak ránk a Fidesz-KDNP összefogás Pécs jelöltjeire, és a szűken is, de 499 szavazattal kiszámoltam tegnap este, sikerült a legtöbb voksot bejutani ebből a városban. Ez mindenképpen bizalmat és kötelességet ró számunkra. Mandátumaink száma az Összefogás Pécs Egyesülettel együtt 17, ami egy jelentős szám, hiszen az újkori demokrácia pécsi történetében ilyen jelentős számú frakcióval a Fidesz-KDNP még nem tudott előrukkolni. Ez lehetett volna több is egyébként, hiszen tudjuk jól, hogy 2700 pécsi polgár, amelyik ránk szavazott, aki ránk szavazott, az ő szavazatuk a semmibe hullott. Nem lehetett, nem engedték azt, hogy ezt a hasznosulást, Pécset megtegyék. Annál is inkább fájdalmas ez, mert voltak olyan megyék más vidéken, az ország más részein, ahol ezt a szavazat elvesztést hatóságok nem engedték, és ott az érvényesülni tudott. Mindenesetre tudomásul veszik a tényeket, de szeretném jelezni már is azt, hogy az elkölcsi igazunkért mindent megteszünk, hogy tovább jogorvoslatok révén ezeket a vélt vagy valós károkat menteni tudjuk. Polgármester úr utalt arra, hogy Pécs szeretne egy nyugodt, biztonságos, magas életminőséget nyújtó város lenni, és ilyen módon működni. Ehhez a magunk részéről minden támogatást szeretnék felajánlani. Ahogy eddig is tettük, a választási kampány során, a kampány lezárását követően, a tárgyalások során ezt továbbra is tartjuk, és ígérjük azt, hogy minden olyan ügyben, amelyik ebben a körben történik Pécs város érdekében, ezeket mi támogatni fogjuk. Végezetül szeretnék egy bejelentést tenni. Frakciónk ma reggel megalakult, és az alakulésen dr. Révész Mária asszonyt nevezte meg, választotta meg frakcióvezetőnek, úgyhogy innentől kezdve mi frakciónk ügyében ő fog hivatalosan eljárni és fellépni.
A megválasztott közgyűlésnek nagyon jó munkát kívánok, sikeres 4 évet, és hasonló jót kívánok a minden jó szándékú pécsi polgárnak a következő ciklus során. Köszönöm szépen a figyelmüket! Kővári János jelezte, hogy szólni kíván. Kérem, fáradjon ki. Tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyzőasszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt pécsi választópolgárok! Az Összefogás Pécsért Egyesület nevében kértem a szót, amelyik ezúttal már önálló frakcióként jelenik meg a közgyűlésben, hiszen 3 tagot tudott delegálni a képviselőtestületbe a választópolgárok akarata. Egyetértve Páva Zsolttal úgy gondoljuk, hogy a város választópolgárának akaratát kell mindenképpen követnie majd a közgyűlésnek, ami lényegében együttműködésre készteti a most még egymással szemben ülő feleket. Szeretnénk, hogyha létrejön az Összefogás Pécset. Az összefogás az igaz, és az igazság, az igazságosság mentén. Szeretnénk, hogyha ez a város nem csak az európai kulturális főváros lehetne 2010-ben, hanem addig is az európai kultúra, az európai politikai kultúra fővárosa. Ehhez szeretnénk hozzájárulni magunk is a konstruktív munkánkkal. Szeretnénk, hogyha minden fontos ügyben létrejöhetne az együttműködés, aminek azonban alapja a párbeszéd. Reméljük, hogy ez fog történni a következő időben. Még egyszer köszönöm a választópolgároknak a megtisztelő bizalmát, és ígérem, hogy mi ezért mindent meg fogunk tenni. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt közgyűlés, bejelentem, hogy 20 perc szünet következik. Kérem önöket, hogy a szünetben vegyék fel a szavazó gépüket, és a szünet után folytatjuk a munkánkat. Azt hiszem, hogy más nincsen. Ugye? És átadom, a szünet után átadom a vezetést Tasnádi Péter polgármesternek. Köszönöm. Alakuló ülését tartja a mai napon Pécsváros önkormányzata közgyűlése. Most a testület szünetet tart, amíg zárt ülésen döntés születik a következő 4 éves ciklus pécsi alpolgármestereinek személyéről. Az elmúlt ciklusban színesebb volt a pártok szempontjából a képviselőtestület, akkor több jelölő szervezet képviseletében foglaltak helyet a testületekben a képviselők. A 2006-2010-es ciklusban nincs független, nincs munkáspárti, miépes, német kisebbségi és polgári körös képviselő a testületben. A 40 képviselőből az MSZP 20, a Fidesz-KDNP és ÖPE 17, az SZDSZ 2 és az MDF 1 képviselő delegált a testületbe. A 2002-2006-os ciklushoz képest 15 új képviselőt ismerhetnek meg mostantól a pécsi közgyűlésben. Az alakuló közgyűlésen a megbízó levelek átadása a kisebbségi önkormányzatok tagjaival kezdődött. 9 helyi kisebbség 5-5 képviselője vette át a dokumentumot, majd a települési képviselők is egyesével átvették megbízó leveleiket. Végül Pécsváros polgármestere is átvette a dokumentumot. Ezt követően a megválasztott képviselők mindegyike és a polgármester is esküdtett. Október 8-án Felbach városa dr. Toller Lászlónak az Európa Csillagdíjat adományozta, az elismerés Toller Tünde vette át Tasnádi Péter alpolgármestertől. Az alakuló ülésen a legköszönő alpolgármesterek mondtak rövid ünnepi beszédet, majd Tasnádi Péter ismertette elképzeléseit a jövőrel, programját. Majd Páva Zsolt, Fidesz-KDNP képviselője és Kővári János, az ÖPE képviselője mondta el gondolatait. Az elkövetkező percekben tehát 20 perc szünet következik, hamarosan folytatjuk közvetítésünket, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Ismételten köszöntöm a Pécs TV nézőit, folytatjuk közvetítésünket az önkormányzat közgyűlésének alakuló üléséről. A szünet előtt a kisebbségi, a települési képviselők és Pécsváros polgármestere átvették megbízó leveleiket, azt követően esküdtettek. Az elkövetkező percekben döntés fog születni a város alpolgármestereinek személyéről a 2006-2010-es önkormányzati ciklusban. De nekem nincsen. Kérem a képviselőket, foglaljanak helyet, folytatjuk a munkát. Tisztelt képviselőtársam, javaslom, hogy folytassuk a közgyűlés munkáját. Elsőként azt kérem, hogy amennyiben bejelentés van, ismertessék azt a jegyzőkön számára ismételten még egyszer, illetve az újak, akik eddig nem tették meg, hogy milyen frakciók alakultak meg a közgyűlésben. Kablár Jánosnak megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Bejelentem, hogy megalakult a Szocialista Párt önkormányzati frakciója 21 fővel, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy a frakció engem választott frakcióvezetőnek. Két helyettese van a frakcióvezetőnek, Krémer Krisztina és Mexner András. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jó munkát kívánunk a frakcióvezetőknek, frakcióvezetőnek és helyetteseinek. További bejelentés. Páva Zsolt. Tisztelt közgyűlés, amint az imént már utaltam rá, a frakció ma reggel megalakult, és a titkosszavazás követően dr. Révész Máriát választotta meg a frakcióvezetővé, tehát 14 fővel a Fidesz-KDNP, a hivatalos nevünk Fidesz-KDNP frakció, akkor ezzel elkezdi működését. Köszönöm szépen a bejelentést, frakcióvezető asszonynak is jó munkát kívánok, illetve az egész frakciónak sikeres munkát. Köszönöm szépen, Kővári János jelezte a szólást. Köszönöm a szót, tisztelt közgyűlés, szeretném bejelenteni, hogy az Összefogás Pécsért Egyesület önálló frakciót alakít 3 fővel, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy frakcióvezető lehetek. Köszönöm. Köszönöm szépen, önöknek is jó munkát kívánok, meg sikeres munkát a frakció számára. Köszönöm szépen, további bejelentésre utaló jelentkezést nem látok. Köszönöm szépen, akkor javaslatot teszek a napi rendi pontokra. Javaslom a tisztelt közgyűlésnek, hogy az ülés további naprendi pontját, a napirendjét az alábbiak szerint fogadjuk el. Első napirendi pont a polgármester illetményének megállapítása, előterjesztő Tóth Mihályné korelnök. Második napirendi pont az alpolgármesterek megválasztása, szavazatszámoló bizottság megválasztása eskütételen. Ennek a napirendnek én leszek az előterjesztője. Harmadik napirendi pont, alpolgármesterek illetményének megállapítása, szintén az én előterjesztésemben, és negyedik napirendi pont pedig a szervezet és működési szabályzatról szóló rendeletünk felülvizsgálata. Szintén én leszek ennek a napirendi pontnak az előterjesztője. Megkérdezném, hogy napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Amiben nincs, akkor javaslom, hogy szavazzunk a napirendről. Köszönöm szépen, megállítom az eredményt, a napirendi pontot 38 igen szavazással, 2 nemmel a közgyűlés elfogadtam. Köszönöm, rátérünk az első napirendi pontnak a megtárgyalására. Bejelentem, hogy a napirendi pont tárgyalásának időtartamára az ülésvezetését átadom Tóth Mihálynénak, illetve bejelentem azt is, hogy a döntéshozatalban nem veszek részt. Elnézést.
Tisztelt közgyűlés, valamennyiünk kezében van az előterjesztés és határozati javaslat. Megkérdezem, van-e kérdés, hozzászólás a témával kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor szavazni fogunk. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az előterjesztés elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata szükséges. Kérem, szavazzanak! Tisztelt közgyűlés, megállapítom, hogy a közgyűlés Tasnádi Péter polgármester illetményének megállapítására vonatkozó előterjesztés és határozati javaslatot 39 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. Köszönöm, visszaadom az ülés vezetését a polgármester úrnak. Köszönöm szépen, ebben megköszönöm képviselőtársaimnak a bizalmát és a szavazatot. Átérünk a 2. számú napirendi pontra, az alpolgármesterek megválasztása, Szavazatszámi Bizottság megválasztása eskütétel. Tájékoztatom önöket, hogy a már többször módosított, illetve hivatkozott módosított 5 év értelmében a képviselőtestület saját tagjai közül a polgármester javaslatára titkos szavazással alpolgármestereket választhat. Javaslom képviselőtársaimnak, hogy alpolgármesternek dr. Tóth Bertalant és Gonda Tibort válasszuk meg. Felkérem a jelölteket, szíveskedjenek nyilatkozni, vállalják-e a főállású alpolgármesteri megbízást. Elsőként kérdezem dr. Tóth Bertalant. Köszönöm szépen. Másodikként Gonda Tibor. Köszönöm szépen. Tehát a jelöltek egyenként nyilatkoztak, hogy vállalják. Tájékoztatom önöket arról, hogy az alpolgármestereket megválasztó titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámoló bizottságot kell létrehozni. A frakciókkal történt előzetes egyeztetés alapján javaslom, hogy a bizottság az alábbi összetételű legyen. Elnökének javaslom dr. Schmidt Józsefet, tagjainak javaslom Erb József, Füredi Péter, Mindun Károly és Dévényi Sándor képviselőtársainkat. Ügyrendi szavazást kérek arról, hogy egyetértés van-e abban közöttünk, hogy a szavazatszámoló bizottság elnökéről külön, tagjairól pedig együttesen szavazzunk. Tehát amiről szavazunk ügyrendi szavazásként, hogy az elnökről külön és a többi tagról pedig egybe szavazunk. Aki ezzel egyetért, az szavazzon. Révész Mária frakcióvezető asszonynak. Ennek kérek szót, az ERP képviselőtársunk nem tartózkodik a teremben, úgyhogy az előzetes egyeztetéstől eltérően Bognár Lászlót javaslom a szavazatszámoló bizottságban. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az ügyrendi szavazás eredménye 36 igen és 1 tartózkodással, hogy egyetértett a képviselőtestet, hogy az elnökről külön, a többi tagról pedig egybe szavazunk. Közben jelezte frakcióvezető asszony, hogy Erb József nem tartozik jelen a közgyűlésen. Helyette kit javasol? Bognár László. Bognár László. Jó, más észrevétel javaslat nincs. Akkor javaslom, hogy a Szavazatszámoló Bizottság elnökéről szavazunk első körben. Szavazatszámoló Bizottság elnökének dr. Schmidt Józsefet javasoljuk. Most lehet szavazni. Megállapítom, hogy 100%-ban egyhangú szavazattal Schmidt Józsefet megválasztottuk a Szavazatszámoló Bizottság elnökének. A Szavazatszámoló Bizottság tagjainak javaslom Bogdán László, Füredi Péter, Mindun Károly és Dévényi Sándor képviselőtársaimat. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem, hogy most szavazzon.
Köszönöm szépen. 38 igen, tartózkodás nélkül, 2 tartózkodással és nem szavazat ellenében a tagokat a közgyűlés megválasztotta. A szavazatszámló bizottság elnöke jelezte, hogy a titkos szavazás előkészítése megtörtént. Felhívom képviselőtársaim figyelmét arra, hogy a közgyűlés hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez a törvény szerint a minősített többség, vagyis a megválasztott települési képviselők több mint felének az igen szavazatára van szükség. Felkérem a szavazatszámló bizottság elnökét, itt ismertesse a titkos szavazás módját. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt közgyűlés! A szavazás menete a következő. A szavazás a szomszédos helyiségben, a nyitott ajtajú helyiségben történik, majd kérem, hogy mindenki oda fáradjon át, ott foglal helyet a szavazatszedő bizottság, ott a fülke és ott vannak a egyéb technikai feltételek. Külön-külön szavazólap kerül kiosztásra a polgármesterekről, tehát 2 szavazólap. Alpolgármesterekről, bocsánat, szavazni csak arra lehet, aki a szavazólapon szerepel. A szavazólapon igen, nem és tartózkodás kinyilvánítására van a lehetőség. Kérem, hogy egyértelműen jelezzék a szándékot. Az a szavazólap lesz érvényes, amelyik egyértelműen megállapítható a szavazó szándéka, amelyről egyértelműen megállapítható a szavazó szándéka. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A szavazás ideje szünetet rendelek el. A szavazatszámló bizottságnak jó munkát, önöknek is jó szavazást kívánok. Köszönöm. Pécsváros közgyűlésének alakuló ülésén most ismét szünetet tart a képviselőtestület, hiszen az alpolgármesterek személyéről fog szavazni hamarosan a képviselőtestület. A 2 jelölt dr. Tóth Bertalan és Gonda Tibor 4 óra múlva ki fog derülni, hogy megválasztotta-e őket a Pécsváros alpolgármestereinek a képviselőtestület. Újfent tisztelettel köszöntöm a Pécs TV nézőit, folytatódik a közgyűlés alakuló ülése. Az elmúlt percekben a képviselőtestület titkos szavazással döntött Pécsváros alpolgármestereinek személyéről. Tisztelt képviselőtársaim, folytatjuk a munkát. Felkérem dr. Schmidt Józsefet, a szavazatszámló bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét. Tisztelt polgármester úr, köszönöm a szót. Tisztelt közgyűlés! Az alpolgármesterek választásáról rendezett szavazás rendben lezajlott. A szavazásra jogosult testületi tagok száma 41 volt. Szavazóként megjelent 40 képviselő, egy képviselő nem jelent meg. Urnában lévő szavazólapok száma alpolgármester jelöltenként 40-40, tehát összesen 80. Hiányzó szavazólap ebből következően nem volt, érvénytelen szavazólap nem volt. Az érvényes szavazólapok száma ugyancsak ebből következően 80. A szavazatok megosztása a következő volt. Gonda Tibor személyét illetően igen szavazat 24, nem szavazat 6, és 10 tartózkodtak a szavazástól. Dr. Tóth Bertalan személyét illetően 24 igen szavazat, 7 nem szavazat, és 9 tartózkodtak a szavazástól. A szavazatszámláló bizottság a szavazás eredményeként megállapította, hogy Pécs megyei jogú város önkormányzatának képviselőtestülete Gonda Tibort és dr. Tóth Bertalan képviselőket alpolgármesterré választotta. A magam részéről elsőként szeretnék gratulálni és jó munkát kívánni a megbízatásuk teljesítéséhez. Köszönöm szépen!
Megköszönöm a szavazat számára bizottság munkáját, és egyben engedjék meg, hogy elsőként gratuláljak a megválasztott polgármestereknek. Bejelentem, hogy a hatályos rendelkezések értelmében a megválasztott alpolgármesterek elminőségükben esküt tesznek. Felkérem a jelenlevőket, hogy az eskü időtartamára szíveskedjenek felállni, a megválasztott alpolgármesterek pedig arra, hogy mondják utána az eskü szövegét. Menjek oda ki. Én Gonda Tibor, esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek. Az alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom. Az állami és szolgálati titkot megőrzöm. Megbízatásomhoz híven pártatlanul. Lelkiismeretesen járok el. És a legjobb tudásom szerint. Minden igyekezetemmel Pécs város javát szolgálom. Köszönöm szépen, gratulálok. Megkérem a két alpolgármestert, hogy szíveskedjen mellettem helyet foglalni. Amíg ez megtörténik, bejelentem, hogy az alpolgármesterek tevékenységi körét a soron következő közgyűlésen kívánom ismertetni önökkel. Tekintettel arra, hogy az alpolgármesterek jelezték, hogy nem kívánnak szólni ez alkalommal most a közgyűlés, ezért folytatnánk a munkát. Rátérünk harmadik napirendi pontunkra, az alpolgármesterek illetményének megállapítása. Az előterjesztést írásban megkapta valamennyi képviselőtársam. Megkérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéshez kapcsolódóan. Amiben nincs, akkor az előterjesztésről szavazunk. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a közgyűlés az alpolgármesterek illetvének megállapítására vonatkozó előterjesztést 35 igen, tartózkodás, egy tartózkodással nem szavazat ellenében elfogadta. Köszönöm szépen, javaslom, hogy térjünk át a következő pontra. A negyedik napirendi pont a szervezeti és működési szabályzatról szóló, rövidebb nevén SMS-ről szóló 12/2001-es március 30-ai önkéntesi rendelet felülvizsgálata. Az előterjesztést a képviselők megkapták. Megkérdezem, egy kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban van. Amennyiben nincs, csak az előterjesztésről szavazunk.
ki az egyesület. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy nem szavazat nélkül 33 igen és 4 tartózkodás mellett a közgyűlés az SMS elővizsgálatra vonatkozó előterjesztést elfogadta. Bejelentem, hogy jelezte korábban dr. Füredi Péter képviselőtársunk, hogy szólni kíván. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Szomorú bejelentésem lenne, elhunyt dr. Kelényi Gábor professzor úr, az első szabadon választott önkormányzati képviselőtestület MDFS önkormányzati képviselője, professzor emeritus, az orvostudomány doktora, az Orvostudományi Kar Patológia Intézetének volt igazgatója, az Orvosi Egyetem volt rektora és számos hazai és nemzetközi társaság tagja. Temetése 2006. október 18-án 14 órakor lesz a Pécsi Központi Temetőben. Tisztelettel kérem a közgyűlést, hogy emlékének egy perces néma felállással adózunk. Köszönöm szépen, tisztelt közgyűlés, az ülésünk végéhez értünk. Bejelentem, illetve tájékoztam önöket, hogy a közgyűlés következő rendkívüli ülését október 19-én 9 órára hívom össze itt a tanács díszteremben. Ebben megköszönöm a mai munkájukat, és bejelentem, hogy az alakulés követően a szemben lévő kisteremben egy szerény állófogadásra várjuk képviselőtársainkat és a kedves vendégeket. Köszönöm a figyelmet, csütörtökön találkozunk ismételten. Viszontlátásra! Alakuló ülését tartotta a mai napon Pécsváros önkormányzata közgyűlése. Az alakuló közgyűlésen a megbízó levelek átadása a kisebbségi önkormányzatok tagjaival kezdődött, 9 helyi kisebbség 5 képviselője vette át a dokumentumot, majd a települési képviselők is egyesével átvették megbízó leveleiket, végül Pécsváros polgármestere is átvette a dokumentumot. Ezt követően a megválasztott képviselők mindegyike és a polgármester is esküdtett. Az alakuló ülésen a legköszönő polgármesterek mondtak rövid ünnepi beszédet, majd Tasnádi Péter ismertette programját a jövőre nézve. Majd Páva Zsolt, a Fidesz-KDNP képviselője és Kővári János, az ÖPE képviselője is elmondta gondolatait. Megalakultak a közgyűlési frakciók, az MSZP 21 fővel frakciót alakított. A frakció vezetője Kablár János lett, helyettesei Krémer Krisztina és Meixner András. A Fidesz-KDNP dr. Révész Mária vezetésével 14 fővel alakított frakciót. Az ÖPE is megalakította saját frakcióját Kővári János vezetésével. Döntés született Pécsváros alpolgármestereinek személyéről is. A képviselőtestület titkos szavazással Gonda Tibort és dr. Tóth Bertalant választotta arra a posztra a 2006-2010-es önkormányzati ciklusra. Munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!